Akkor 4 óra van, úgyhogy azon a helyen is kezdeném. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Alkutató éjszakája programsorozat egyik nyitó előadásán. Én Kolonkai Bálint vagyok, és itt az ERP az 5-ös Loránd Tudományi Egyetem ősrénytani tanszékén vagyok doktor jelölt. Én egyébként fosszilis tüskés bőrűekből írom a doktori dolgozatomat, amelyek egy szeletét képezik a Föld történetének és a Földi élet fejlődés történetének, méghozzá Magyarország fosszilis tüskés bőrűiből. A témakör pedig Földtörténet 45 percben, és hát egy kicsit nehéz dolgom lesz. Már lelövöm a poént, a Föld nagyjából 4600 millió éves, 4,5 milliárd év, az azt jelenti, hogy a 45 perc, amennyi rendelkezésemre áll, az percenként 100 millió évet kell feldolgoznunk. Szerencsére vannak engem támogató módszerek és eszközök, méghozzá a geológia módszertanai. Az elsődleges és az egyik alap módszer a geológiának a rétegtan, másik az abból táplálkozó lemeztektonika, illetőleg az evolúció, a meteoritok és a földtörténeti kormeghatározás és az arra épülő korskála. És hát a rétegtan alapvetően azt jelenti, hogy a Föld felszínén és leginkább a Föld vízburkában, az óceánokban és tengerekben azok az üledékek porszemcséktől a kavicsig, azok a tömegvonzásnak megfelelően le fognak ülepedni az adott felszínre, legyen az a Föld felszíne, vagy akár a tenger alzata, és ezeknek az egymásra települése az a gravitációnak megfelelően fog történni, vagyis amikor homok ülepedik le, akkor a homok az egy idő után egy réteget fog képezni, ha arra mondjuk agyagréteg települ, akkor az pedig agyagréteget fog jelenteni. És ez, hogyha semmi egyéb behatás nem történik, akkor ez így is marad, azonban a helyzet az, hogy ez csak a legritkább esetekben marad meg így. Legtöbb olyan esetekben, amikor mi vizsgálni tudjuk a földtörténet során lejátszódott eseményeket, vagyis a különféle üledékszemcsék lerakódásának nyomait, az mindig valamilyen deformáció, valamilyen alaki megváltozásnak az eredményét fogja tükrözni, amely lehet oldalsó elmozdulás, illetőleg lehet alsó és felső elmozdulás, és az alsó réteg, az egyik réteg a másik réteg alá elmozdul. És maga a geológia eszköztára ezeket vizsgálja úgy, hogy ezeket föltérképezi, ezekből a rétegekből, az egymásra rakódott rétegekből alkot egy rétegoszlopot. Mint említettem, ezek a deformációk, hogyha globális, vagy legalábbis nagyobb léptékben nézzük, akkor a Földön megfigyelhető globális nagy tektonikai elmozdulásokat fogják jelenteni. De azt ismerhetjük, hogy a Föld az egy állandóan változó dinamikus rendszer, és azok a folyamatok, amelyek ezeket a változásokat létrehozzák, azok nagyjából egyforma törvényszerűségeknek megfeleltethetők időben, tehát a gravitáció törvényszerűsége, a hőtan törvényszerűsége, azaz időben azt gondoljuk, hogy nem változott, és ebből indulunk mindig. És a Föld, mint örökké változó rendszer, a földi kéreglemezek szempontjából is ez a változás nyomon követhető. Ez abból ered, hogy az egyes kéreglemezek, amelyek a Földet alkotják, a Föld felső burkát, a földkérget, azok nem egységes fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Az egyikük sűrűsége nagyobb, míg a másikik kisebb, és ezáltal képesek egymáshoz képest elmozdulni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a Föld mélyén vannak olyan hőtani folyamatok, amelyek folyamatos fölfelé áramlást
eredményeznek a Föld mélyéből, és ezek a fölfelé áramlások, ezek szétfeszítik a Föld kérgét, és oldalirányú elmozdulásra kényszerítik. Mivel a Föld jó közelítéssel egy gömbfelszín, gömbfelületet alkot, ezért a végtelenségig nem mozdulhat el egy kőzet, lemez, mert beleütközik egy másikba. És mint említettem, ez az ütközés, ez úgy történik, hogy amennyiben az egyik sűrűsége kisebb, mint a másik, a roppant erőknek megfelelően, a nagyobb sűrűségű a kisebb sűrűségű alá fog beletolódni. Ezek a folyamatok egyébként a mai napig is megvannak, és a mai napig nyomon követhetőek. A földrengések, azok ezeket a kéreg elmozdulásokat jelentik. Minden egyes földrengés a kéreg elmozdulásának egy pillanatát jelenti. És az eltérő földkérget is lehet térképezni, és meg lehet állapítani, hogy vannak óceáni eredetű kéreglemezek, és vannak szárazföldi kéreglemezek, és az óceáni a nagyobb sűrűségű, és általában azt tolódik alá, a szárazföldi kéreglemez alá. Azért mondom, hogy általában, mert van olyan, hogy a roppant erők, azok nem feltétlenül egy alátolódást fognak eredményezni, hanem az óceáni kéreglemez feltolódik egy része a szárazföldire. És mi történik akkor, hogyha az óceáni kéreglemez alátolódik a szárazföldi alá? Hát mit hordoz magában az óceán, mint hogyha a kéreg az maga szilárd, de az az üledék, amelyet az óceán hordoz, magas víztartalom. És hogyha ez a víztartalom lebukik a szárazföldi kéreglemez alá, akkor az egyrészt egy másik hőmérsékletű anyag lesz, másrészt pedig a víztartalom befolyásolni fogja a Föld alatt, nagyjából több 10 kilométeres mélységről beszélünk, ugye már itt járunk. És hogyha egy másik hőmérsékletű és másfajta kémiai tulajdonságokkal jellemezhető kőzetlemez érintkezik egy ott egyensúlyi helyzetben lévő kőzetlemezzel, akkor ez az egyensúly felbomlik, és adott esetben így a kőzetlemeznek egy része megolvad. És akkor, hogyha ez az olvad kőzetlemez áttöri, de legalábbis eléri a Föld felszínét, azt nevezik vulkánnak. És a vulkáni tevékenység hatására ez a megolvadt magma a felszínre kerül. De nem csak a magma kerülhet felszínre, hanem azok az anyagok, amelyek korábban az óceán alkotó elemei voltak, azok gázként távozhatnak, illetve a magma az nem csak kőzet formájában tud távozni, olvadt kőzet olvadékként tud távozni, hanem vulkáni porként, a már megszilárdult por, és az értelemszerűen kisebb tömegű részecskéket tartalmaz, és így nagyobb távolságokra is eljut. És a lemez tektonikának a szemléltető eszköze lehet egyrészt az itt látható kéreglemezeket reprezentáló mutató térkép, másrészt az ősföldrajzi térkép, hiszen hogyha tudjuk, hogy a múltban hogyan változtak közvetlemezek, akkor összerakhatjuk, hogy a múltban hogyan nézhetett ki a régi múlt. A földtörténeti régi múlt során már homályba veszett világ. Ez egyébként, amit itt bal alsó sarokban láthatnak, az Magyarország volt még nagyjából 8-10 millió évvel ezelőtt. És a harmadik eszköztár az evolúció. Az evolúcióról fél éveket lehet hallgatni itt az egyetemen. Én alapvetően itt csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokszor és sok helyen hallani, hogy az evolúció egy elmélet. A valóság azonban az, hogy nem elméletről beszélünk, hanem tényeken alapuló modellről. Mégpedig a tények viszonylag egyszerűek. Abból indulunk ki, hogy minden élőlény a Földön az nálánál nagyobb mennyiségű utódot hoz létre. És hogyha több az utód, mint amennyi a szülő, akkor ezek az utódok egyrészt nem egyformák, és nem teljes mértékben fognak hasonlítani
a szüleikre, máshogy néznek ki, máshogy is viselkednek, bár saját magunkra nézve, hogyha szüleinkkel összehasonlítjuk magunkat a fényképekkel, nagy a hasonlóság, de mégsem vagyunk ugyanazok. Ez az egyik. És hogyha több az utód, mint amennyi a szülő, akkor a Föld és az erőforrásai azok véges mennyiséget képeznek, és az adott helyen, ahol ezek az élőlények vannak, megindul egyfajta verseny az élettérért, az életben maradásért, és csak a legrátermettebb élőlények fogják túlélni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a legokosabb, a legerősebb, a legügyesebb, mindig az adott körülményekhez legjobban alkalmazkodni képes élőlények fognak túlélni. A harmadik tény, amire az evolúciót alapozzuk, az az, hogy azok a környezeti feltételek, amelyek minket is körülvesznek, azok nem állandóak. Ha ma megmérjük, hogy hány fok van, mondjuk délben, tavaly ilyenkor nem ugyanannyi volt, még hogyha hasonló, de nem ugyanannyi. Nem ugyanakkora volt a széljárás, nem ugyanakkora volt a csapadék mennyisége. Idén szeptemberben biztos, hogy nem annyi lesz, mint tavaly volt, és jövőre sem ugyanannyi lesz. És mindez, hogyha elképzelhetetlenül sok időt veszünk igénybe, évszázmilliókat, akkor az élővilág olyan szintű változásokon megy keresztül, hogy ez már az azt vizsgáló tudományok számára is lekövethető változásokat fog hozni, vagyis az egyik faj a másik fajba fog alakulni megfelelő idő alatt. Hogyan lehet ezt vizsgálni? A geológia az ősmaradványoknak köszönhetően tudja ezt vizsgálni, amelynek elsődleges feltétele, hogy valami fosszilizálódjon. A fosszilizáció az egyébként, vagyis egy adott élőlény ősmaradványjá válásához legjobb esetben szerencse szükséges, ugyanis nagyon ritka az, hogy egy élőlény képes évmilliókra visszamenőleg megőrződni. A fosszilizációnak ugyanis feltételei vannak. Az egyik a gyors betemetődés, hiszen hogyha ez nem történik meg, akkor az elhalt élőlény egyrészt lebomlik, vagy másképpen lebontó szervezetek azt elfogyasztják. A másik pedig, hogy a betemetődést követően úgy tud megőrződni egy elhalt élőlény, hogyha azok az ásványos kristályos összetétele az átkristályosodik, hiszen a szerves anyag az kevésbé tud megőrződni, és ehhez szükséges az, hogy az a váza, ami viszont nem szerves anyagból képződik, az átkristályosodjon egy masszívabb, ellenálló alakzatot földéve. És így már nem önmagában az eredeti élőlény fog megmaradni, hanem annak az átkristályosodott váza a leggyakrabban megmarad. De nem csak az egész vázakat tudjuk vizsgálni, hanem az élőlényeknek az élet nyomait is, legyen ez akár egy üreg, amelyet korábban mondjuk vált egy élőlény. És hát a különböző evolúciós számítások, amelyek már inkább a biológia tárgykörébe tartoznak, a molekuláris óra, amely manapság egy nagyon ismert, tudományos körökben, széles körben alkalmazott módszer, legalábbis a biológusok körében, ugyanis az őslénytani és a biológiai evolúciós kutatásoknak van egy alapvető különbsége. A paleontológusok, akik az ősmaradványokat kutatók, azok ősmaradványokra tudnak csak alapozni, amelyeknél, mint már említettem, a szerves anyag csak a legritkább esetben tanulmányozható, még a biológusok esetében a szerves anyagot is tudják tanulmányozni, és ebben az esetben viszont a genetikai változásokat is képesek detektálni, képesek arra számításokat végezni. A molekuláris óra javarészt azt jelenti, hogy a különböző élettani változásokat és leginkább a fehérjéknek a működését azokat vissza tudják számolni, illetve kalkulálni egy adott közös ősre, hogy azok a fajta fehérje működések,
az a melyik közös ősről voltak még megfigyelhetők legutoljára. És így visszavezetni az elágazásokat, hogy hol történnek azok a változások, amelyek esetleg egy másfajta faj képződését fogják megjelenteni. És a meteoritok. A meteoritnak nevezünk minden olyan földön kívülről érkező kőzettestet, amely eléri a föld felszínét. Abban az esetben, hogyha ez csak a föld légkörébe jön be, akkor meteorról beszélünk, és hogyha megmarad az űrben, keringő bolygóméretűnél kisebb a csillagközi pornál, viszont nagyobb kőzettestet pedig meteoroidnak, vagyis potenciális meteornak nevezünk. A legtöbb meteorit, ami egyébként a Földre hullott, az a kisbolygó övezetből hullik, ami a Mars és a Jupiter között helyezkedik el, aszteroida övnek is nevezik, az több millió ilyen kőzettestet tartalmaz, amely a bolygóközi térben kering. És ezek időnként megváltoztatva az eredeti pályájukat, akár a Föld légkörében is képesek eljutni. De egyébként vannak meteoritok a Marsról is, és nagyon kevés meteorit származik a Holdról is. A meteoritok elemzésének köszönhetően egyrészt közvetlenül tudják elemezni a meteoritokat, és többféle meteorit létezik. A fő kiinduló pont, amiért meteoritokat lehet vizsgálni a földtörténet felfejtésében, az azért van, mert többféle meteorit van, az egyik fajtája az, amelyeknél nem történik változás. És a meteoritot összeállító. Szóval mielőtt a meteorit a Földre esik, addig ugye az űrben kering. Ez a keringés, ez amióta létrejött ez a kőzettest, és ott van az űrben, az lehet mondani, hogy soha nem találkozott semmilyen másik testtel, semmilyen másik kőzettel. Ebben az esetben viszont azt az eredeti állapotot tükrözi, amely a naprendszer létrejött, hiszen ha nem változott azóta, akkor máshogy nem is nézhet ki, és az ásványtani összetétele tükrözni fogja a naprendszer keletkezésének idejét. A naprendszer keletkezésének idejében lévő ásványtani viszonyokat. Ez az egyik. A másik pedig azok a meteoritok, amelyek ütköznek más meteoritokkal, ezek az ütközés hatására újra kristályosodtak. Ebben az esetben pedig ezek a meteoritok a már létrejött Föld átalakulásában játszanak kulcs szerepet. A másik, ami a meteoritoknak köszönhetően nyomozható, azok a meteoritok nyomai, vagyis a kráterek, és azok az impact kőzetek, amelyek nem a meteoritokhoz kötődnek, vagyis nem a meteorit ásványai, hanem a becsapódás nyomán, ahogy egy kőzettest eléri a Föld felszínét, úgy ez a hatás a Föld kőzetének, amelyben beleütközik a meteorit, képes akkora deformációt okozni, hogy átalakul az a kőzet, és vannak olyan ásványok, amelyek csak olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, ami ekkora mérvű ütközés hatására történik, és más földi körülmények között lejátszódó folyamatok során ilyen változás egy ásvány szemcsén nem jöhet létre. És van egy harmadik tulajdonsága a meteoritoknak, amelyek már nem közvetlenül a meteoritokhoz kötődnek, hanem a meteor becsapódás hatásai, és a mérettől függően egy meteor képes a Föld atmoszférájára, a földi légkörre is hatást gyakorolni, azáltal, hogyha az anyagba bekerül a légkörbe, az képes az eredeti földi légkör, illetve a földi kéregösszetételhez képest egy változást eredményezni. És hát beszéltem itt időkről, roppant időkről, hát honnan tudjuk, hogy vannak ilyen roppant idők? Valahogy kort is kell határoznunk, hogyha időről beszélünk. Az egyik a relatív kor meghatározás, az ősmaradványok alapján tudjuk megvalósítani. A relatív kor meghatározás alapja, hogy az ősmaradványok azok adott rétegben és adott rendszertani fejlettségi szinten jelentkeznek, és egy már fejlettebb példányt, az egy fiatalabb időréteget fog jelenteni,
míg egy kevésbé fejlett példány egy idősebb réteget fog jelenteni, és ez a valóságban is meg szokott történni, a fejletlenebb, az evolúciósan kevésbé kifejlett példányok általában az idősebb körzetekben vannak, és így lehet tagolni a földi rétegeket idő alapján. A másik az abszolút bor meghatározás, ami nem az egyes közvetlenű rétegek egymáshoz viszonyított helyzetén múlik, hanem egy újabb fizikai tulajdonság, méghozzá radioaktív bomlás alapján. A radioaktivitás lényegében azt jelenti, hogy a földi ásványokat és kőzeteket, de akár az élőlényeket is felépítő atomoknak egy része az nem stabil, hanem a részecskéik azok változnak, a neutron összetételük az időben változik, és a radioaktivitás lényegében azt jelenti, hogy egy atom veszít a tömegéből, és mindig létrejön a radioaktivitás hatására az anyaelem, vagyis a kiinduló elemszámból mindig lesz egy leányelem, amely egy kisebb izotópja, egy kisebb tömegszámú izotópja lesz az eredetinek, és ennek az aránya mindig állandó. Tehát mindig azonos arányban fog részt venni az eredeti kiinduló tömegszám a kapott tömegszámmal, ami azt jelenti, hogyha azt tudjuk, hogy mennyi egy adott időpillanatban, egy ásvány szentségben a leányelem és a kiinduló elemnek az aránya, akkor meg tudjuk mondani, hogy a keletkezése mikor történhetett, mert az azóta eltelt idő az mindig adott, ha ismerjük az adott elemnek, az adott izotópnak az úgynevezett felezési idejét, ami lényegében azt jelenti, hogy az az időpont, amíg egy adott izotóp mennyisége a felére csökken egy adott mintában. És ennek a segítségünkre vannak, az ásványoknak vannak radioaktív izotópjai, ezek például az urán, a kálium, illetőleg az argon. Na és hogy itt időről beszéltem, itt szándékosan tettem egy kicsit zsúfoltá ezt az ábrát, itt az emberi történelemről beszélünk, és csak néhány századot ugrunk vissza, de már itt is rengeteg minden történik. És nagyon nehézkes visszagondolnunk, hogy akár az 1400-as évekig mennyi minden történt az emberiséggel. És hogyha ezt elhelyezzük egy kicsit nagyon időskálán, akkor azt látjuk, hogy az emberi történelem nagyjából itt kezdődik, ennél a résznél, amely a földtörténeti időskálának a legfiatalabb része, az ember megjelenése pedig nagyjából ide tehető, és ez alatt az idő alatt történik minden az, amit mi történelemnek nevezünk. Ez is szándékos, amit az előbb mutattam, az ide tehető, erre a részre. És minden olyan történés, ami minket, és most azt értem alatt, hogy minket emlősöket érint, az az elmúlt 65 millió évben történt, amikor az emlősök elkezdték beépesíteni a Földet és uralni a bolygót, és az uralkodó csoporttá válni a bolygón. Ez az elmúlt 65 millió évben történt, és ennek az emberi történelem ennyi szeletét foglalja magába. És az alsó ábra pedig azt mutatja, hogy ez a 65 millió év, ami a Föld történetének egészéhez kapcsolódik, ez a 65 millió év az egy. Tehát az az idő, amely a Föld keletkezése óta eltelt, abból a legutolsó időszak, a legutolsó nagy idő, az mindösszesen ekkora szelete. És amióta nyomozható egyáltalán a szilárd váz, és a geológiában és az ősvénytanban mindig a szilárd vázra tudjuk nyomon követni. Amikor megjelenik a szilárd váz, az nagyjából erre az időpontra tehető. Ezt az idő szemléltetéseképpen próbáltam mondani, hogy nagyon nehéz ezt a hétköznapi gondolattal belátni,
hogy mekkora mértékű idő az, amely létrejött. És hogyha ezt egy arányos skálán akarom mutatni, akkor a Föld keletkezését, hogyha a nulla órát tesszük, és ezt egy órának fogjuk fel, és ha azt mondjuk, hogy a Föld keletkezése óta és a jelen pillanatig 12 óra telik el, akkor itt jelenik meg a szilárd váz. Ennyi a dinoszauruszoknak az ideje. Itt jelennek meg az emlősök, itt válnak uralkodóvá az emlősök, és ennél a kicsi pontnál nem is nagyon lehet mutatni, jelenik meg egyáltalán az ember. És hát akkor kezdjük, most már tudjuk, hogy mire tudunk támaszkodni, a Föld keletkezése. Beszéltem, hogy kétféle meteorit van, az egyik, amely szemedettel ütközések során ásványítani változást. Ezt nevezik a differenciált meteoritoknak, idegen szóval, és vannak a differenciálatlan, vagyis amelyek nem szenvedtek el ütközést. Ezt kísérleti úton lehet igazolni, hogyha kísérletileg előállítanak ásványokat, és azokat nem teszik ki különféle mechanikai behatásnak, akkor hasonló szerkezetek jönnek létre, mint ezeknél a meteoritoknál, amelyeket differenciálatlanak neveztek. És ezeknek a meteoritoknak az alapján azt feltételezik, hogy a Föld keletkezése és a naprendszer és vele együtt a nap keletkezése egy szupernóva összeomlása révén keletkezett, amikor is a Föld még nem létezett a mai bolygó formájában, és egy nagy csillagközi por volt, ami gravitációsan kezdett összetömörödni, és ennek a közepén létrejött a nap, amely megkezdte a csillag működését, vagyis a hidrogénből a héliumnak a fúzióját, és a körülötte lévő gmail jövőjeli ős maradvány. Szóval egyébként ő az egyik tanszéki alkalmazott, és időnként a kiskutyáját is beszokta hozni, szóval ez nem annyira véletlen dolog. És szóval ott tartottunk, akkor most vissza 4500 millió éve, hogy amikor a nap már létrejött, és a körülötte lévő maradék elem, az kezdett összeállni, de még a bolygóknak csak a kezdeményei voltak meg. Ugye ott tartottunk, hogy vannak a meteoritok, illetve a meteorok, amelyek keringenek az űrben, és nagyjából egy ilyen képet érdemes elképzelni. És ezek a meteorok elkezdtek egymással ütközni. Ezek a kis kőzett darabok. És ezek néhány akkorává tudott összeütközni, hogy saját gravitációs ereje lett, és utána, hogyha már megvan a saját gravitációja, akkor a több ilyen kisebb kőzett testet is képes volt magába olvasztani. Most mi történik akkor, ha már egy létrejött bolygó kezdeményről beszélünk, már egy gömb alakja is van neki, gömb felszíne, hiszen ezek az ütközések, ezek az űrben vannak, ezek bárhonnan jöhetnek. És kialakult egy gömb felszín. Hogyha folyamatosan ütközik bele valami, akkor az ütközés során az a mechanikai kontaktus, az a mechanikai hatás, az átalakul ő hatással, és így a bolygó felszíne folyamatosan olvadt állapotba kerül. Ez pár száz millió év alatt létrejöhetett, és a megszületett bolygónak ez a felszíne madártávlatból, kicsit az érintkezéssel vajon próbálom majd. Szóval ez egy ilyen magma óceánt reprezentálna. A Föld első pár száz millió évében folyamatos ütközéseknek volt kitéve, és ezek az ütközések, ezek egy folyamatos olvadt állapotban tartották a bolygó felszínét. És hát egy idő után ez az anyag azért csökkent ennek a csillagközi anyagnak a mennyisége, és a bolygó így meg tudott szilárdulni, és létrejött egy elsődleges kéreg. Ugye mi történik akkor, hogyha egy bolygó, amely olvadt állapotban van, de lassan azért kezd szűnni
ezek a becsapódások, hát elkezd egyrésztről gyűlni. Hogyha valaki esetleg főzeléket ebédelt, akkor tudja, hogyha nem veszi meg, egy idő után megkérdésik a felszínen. Valami hasonló történt egyébként a földben is. Ez az egyik dolog. A másik, ami a főzelékkel azért nem történik meg, vagy legalábbis nagyon hosszú idő alatt, de szerintem előbb fog megtenészedni, hogy a nehezebb elemek a gravitáció hatására a Föld mélyébe fognak kerülni. És a kevésbé nehezebbek pedig a kéregben maradnak. És itt jönnek segítségünkre a meteoritok. A meteoritok azok nagy részben a vasból és nikkelből állnak. A Földben, a Föld kérge pedig alapvetően szilikátos, vagy szilícium alapú. A szilícium az egy elég nehéz dolog, hozzá képes, de a vashoz képest könnyebben. És azok az előbb említett differenciált meteoritokban pedig szintén úgy néz ki a helyzet, hogy van egy vasréker belső magja, és körülötte van a szilikátos ásvány. Még senki nem járt a Föld magjában, és onnan még minta sincsen, de mit tudunk a Föld magjáról? Azt, hogy szilárd, és hogy van egy mágneses tér. És a mágneses tér az nem a Föld kérgének köszönhető, tehát valahonnan lentről kell jönni, illetve bentről. Hát minek van mágneses hatása? A vasnak például. És hát ez egy modell, ezt ugye azért hangsúlyozom ezt, mert bizonyítani egyelőre még senki nem bizonyította be, hogy ez pontosan így van, de a legelfogadhatóbb elméletek szerint a Föld vasmagja ekkora alakulhatott, nyilván amennyiben vasmagja van. És ekkor történt meg a rétegződés, vagyis egyrészt egy hűlés, egy kéregképződés, másfelől pedig egy gravitációs rétegződés, a nehezebb elemek elkülönülése. És a kéreg és a mag között van még egy nagyon vastag, több ezer kilométeres rész, ami a Föld köpeny, az nagyjából a kettő közötti kémiai és fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. Ott még van szilikát, de már több olyan ásvány van, ami nehezebb. Ez egyfajta átmenetet képez. Hát szegény Földünk nem sok nyugodt percei voltak ekkor tájt, ugyanis hát van nekünk egy holdunk. És ennek a holdnak a keletkezésével nagyon sok teória létezik, nagyon sok elmélet, ezt sem igazán lehetett eddig még teljes mértékben bizonyítani. Az elsődleges bizonyíték, tehát ebből a szempontból hiányzik, feltételezések vannak. A legelfogadottabb mai feltételezés az, nagyjából 4400 millió évvel ezelőtt egy Mars méretű bolygó került a Föld gravitációs terébe, és így az ütközés elkerülhetetlen volt, és ez az ütközés, ez rengeteg anyag kilökődésével járt. Egyrészt a Föld is veszített a saját anyagából, másrészt a Föld is kapott ennek a bolygónak az anyagából, meg az űrbe is került egy jó darab. Ugyanakkor volt valamennyi mértékű anyag, ami kilökődött, de a Föld gravitációja egybe tartotta és összetömörödött, és ez a Hold. És ennek a magyarázatát abban látják, hogy a Holdon lévő ásványok és kőzetek, már ugye vannak holdi kőzeteink, nem csak meteoritokból, hanem ugye ott volt ember is hoztak is. És annak a köpenyanyaga nagyon hasonlít a Földéhez. Na most mi történt, miután már van egyrésztről egy holdunk, másrésztről pedig most már nincsen annyi becsapódás. A kezdeti Föld légköre az első 100-300 millió évben alapvetően hidrogénből áll, csak ezt a hidrogén egyrészt kiszökött az űrbe, másrészt pedig elfújta a napszél. És a naptevékenység akkor még intenzív volt, sokkal intenzívebb. És egy jelentékeny mennyiségű vízburok volt, csak hogy ugye beszéltem, hogy még mindig olvat állapotban van, ugye újra olvat egyrészt a becsapódásnak köszönhetően a Föld, és másrészt pedig nagyjából egy olyan 1000 fokos volt az átlag hőmérséklet.
és a víz nem tudott lecsapódni. És folyamatosan körforgásban volt nagyjából forrásponttól lévő víz, amennyi a már megszilárdult részre lecsapódott, utána azonnal fel is forrt. És ez csak akkor tudott megváltozni, amikor a Föld elkezdett hűlni. Amikor a Föld elkezdett hűlni, akkor a víz tudott kondenzálódni, illetve, bocsánat, lecsapódni, folyékony formában. És mi volt még, ami nagy mennyiségben tartalmazott a légkör? Széndioxidot. Tudni kell, hogy ha a széndioxidot is nagy mennyiségben tartalmaz a légkör, akkor az egy nagyobb nyomás eredményez, és ez a nyomás egy sokkal nagyobb oldó kapacitást tud adni a víznek, és akkor a víz rengeteg iont és ásványi iont oldott ki a már megszilárdult kőzetanyagból, és pontosan kezdett el hűlni a kőzetből. És ez egyrésztről egyre több víz halmozódott föl, másfelől pedig rengeteg iont kioldott. Milyen iontok ezek? Nátrium, klór, kálium, kalcium. És a mai tengervíz összetétele az megfelel az akkor létrejött ionos összetételnek, ugyanis azóta a széndioxid már elenyésző mennyiségben van a légkörben, és így az oldás a sokkal kisebb mérő. Tehát ma amennyit beleold, a tengervíz annyi ki is párolog, és így nem változik a tengervíz összetétele érdemben. És mi történik még? Hát már van víz, már van megszilárdult kőzetanyag, akkor mi történik, hogyha van megszilárdult kőzetanyag? Említettem, hogy folyamatosan vannak fölfelé irányuló áramlások a Föld mélyéből, amelyek több ezer fokos áramlások. Hogyha viszont szilárd kőzetanyag van, akkor az említett tektonikai folyamatok képesek beindulni, és ahhoz, abban a pillanatban, amikor ezek a fölfelé áramlások elérik a felszínt, elkezdik repeszteni, és megindul az az oldalirányú elmozdulás, amiről még az előadásos elején beszéltem, és hogyha megvan az oldalirányú elmozdulás, előbb-utóbb bele fognak ütközni egy olyan szerencsétlen kőzetek, és létrejön a vulkanizmus. És ez nagyjából 4300-3500 millió évvel meg is kezdődött. És ha van vulkanizmus, vannak már oldott anyagok, az élet első nyomait azt nagyjából 4200-4300 millió évre tesszük, és a közelmúltban jelent meg egyébként, amikor én tanultam, még 3500 millió évet tanultam egyébként az élet megjelenésére, azóta ezt már pontosították, és elnézést itt a technika miatt, szóval azóta már még korábbi nyomait is felfedezték az életnek, itt a jobb alsó sarokban egy mikrobának a nyomát lehet látni. Mi történik akkor? És hogyha egyrészt ugye a lemeztektonika megkezdődik, akkor létrejönnek az első kezdetleges kontinensek. Ennek a nyomait egyébként a mai napig nem tudjuk. Az első kontinensek, amiket bizonyosan lehet detektálni, ezek 1000 millió évre tehető. Annyit lehet tudni, hogy már vannak olyan kőzetek, amelyek ugyanolyanok, mint most, tehát már akkor is lehettek kontinensek, csak azok nyomozhatatlanul szétszabdalódtak. Viszont ha már van élet, ugye arról beszéltem, hogy oxigénről még már. Beszéltem már, hogy a légkör kialakul, nagy mennyiségben tartalmaz széndioxidot, legültünk, van már vízburkunk, megjelenik az élet. Az élet kezdetleges formái létrejönnek, viszont ahhoz, hogy magasabb rendű élet kialakuljon, az egyrészt csak a vízburokban beszéltünk, tehát még egyelőre csak a tengerekben van élet. És ahhoz, hogy magasabb rendű élet legyen, ahhoz az oxigén szintnek kell emelkednie. Ez azért nagyon fontos, mert az oxigénnek kulcs szerepe van abban, hogy a földi ultraviola sugárzás, ami a napból keletkezik, ibolyán túli sugárzás, az élővények szövetére nézve roncsoló hatást kelt. Vagyis az nem jó, hogy élővények oda meghal. Oxigén pedig kétféle módon keletkezik a Földön. Az egyik a fotodisszociációnak nevezett folyamat, az azt jelenti, hogy a már meglévő oxigén az ultraviolett sugárzás hatására
az ózon, ami a hármas atom számú oxigén, tehát vagyis három oxigén molekula kapcsolódik egymáshoz, az nem mondja kettős oxigén molekulára. Ez az egyik. Így, ezáltal csak a jelenlegi légkörnek a fotodiszociációval csak a 0,1%-a érhet fel az oxigénszint. Az összes többit azt az élővények produkálják a fotoszintézissel, vagyis a széndioxidból vizet és oxigént állítanak elő. Illetve a széndioxiddal és vízzel oxigént állítanak elő. És hogyha az élőlényeknek egyrészt már van egy mennyiségű oxigén, valamennyi, hogy azok tudjanak létezni, és létrejöttek a kontinensek, ez azért fontos, mert ahhoz, hogy vannak kontinenseink, így létrejönnek a sekély vízi tengerek. Mert a mély tengerben egyelőre nem lehet még annyi élet, a sekély vízben pedig elkezdenek burjánzani az első sejtmaggal rendelkező élőlények, amelyek folyamatosan oxigént állítanak elő. És mint említettem, az ezt, ugye itt már 2600 millió évre járunk, az az előtti 1000 millió évben rengeteg vas oldódott bele az óceánba, és hogyha az oldott vasat hozzáadunk egy rakás oxigént, amelyet ezek az élőlények termelnek, akkor ez a vas elkezd oxidálódni, és lerakódik, és látható, hogy ilyen vasérc képződik. És ez a több mint 2000 milliárd éves vasérc, ez a mai vasérc készletnek a 2/3, több mint 2/3, az ezeknek a bakteriális élőlényeknek a tevékenysége révén történik. És mi van akkor, hogyha ezek a bakteriális élőlények, ezek el tudnak szaporodni, hát rengeteg oxigént tudnak termelni, és átalakítják a légkört. És oxigén dússá válik a légkör, a korábbi széndioxid azt reduktív légkörnek nevezzük. Pár ezelőtt, 2000 millió évvel ezelőtt a légkört átalakították oly mértékben ezek a primitív életformák, hogy nagyjából a mai szintet elérő oxigén mennyisége volt a Földön. És ez miért érdekes? Az első, már közvetlenül is vizsgálható kontinens mértékben előállítható ősföldre, ez a kép az 1000 millió éves, ez egy nagy összeállt szuperkontinens, az első szuperkontinens, amit lehetett detektálni, ez éppen a keletkezésének az összeállását megelőző pár százmillió évben van, ezt elnevezték Robiniának, ez egy fantázia név. És itt megjelennek már azok a planktonalgák, amelyek tovább fogják növelni a légkörű oxigén szintjét. 850 millió évben megjelenik a többsejtű élet. Illetőleg van még egy nagyon érdekes periódusa a szilárd váz megjelenése előtt. Az történik, hogy a földi kőzetekben ebben a 750-650 millió éves léptékekben megjelennek olyan kőzetek egy kis részben, amelyek csak jég által szállított üledékek. És ez alapján azt feltételezik, hogy volt a Földnek néhány száz olyan millió éve, nagyjából 100 millió év, amikor nagy mértékben eljegesedett, ugyanis ezek a kőzetek, ezek a jég által szállított kőzetek, ezek még az egyenlítő is megjelentek az egyenlítő környékén. És bizonyos elméletek szerint az egész Föld egy nagy hóbolyóvá változott. Ezt egyébként bizonyos kutatók vitatják, de csak mint érdekességet szeretném volna mutatni. És hát a szilárd váz megjelenése, ami a paleontológiának a kezdete is bizonyos szempontból, mert onnantól kezdve lehet egyáltalán detektálni, és a szilárd váz alapján határozni ős maradványokat. Ez nagyjából 600-550 millió évvel ezelőtt történt. Ekkor az előbb említett Rodinia már feldarabolódott, és több, egy nagy és több kisebb kontinensre darabolódott fel. A nagy kontinens, a nagy déli kontinens nevezik Gondwanának. És hát az egyik jellegzetes ősmaradvány ez a trilobita, a három karéjú ősrák, amely apró virágkorát élte. Illetőleg, hogyha ránézünk erre az élővilágra, ami meglehetősen bizarrnak tűnő
tengeri élőlényeket nézünk, amik még nem nagyon hasonlítanak a mai élő formákra. És mi történik akkor, hogyha oxidatívvá válik a légkör, és belélegezhetővé válik a mai élő állatok számára is? Hát egyrésztről érdekessé válik a szárazföld is. Elsőként egyébként a növények léptek a szárazföldre. A növényeknek ez egyszerűbb volt, spórával szaporodtak, és ezek a spórák egy idő után elérték a vízfelszínt, és a vízfelszínt elérjük, akkor a légkörbe is bejuthatnak, a légkörből pedig már a szárazföldre is képesek eljutni. Egyébként ezt viszonylag könnyű belátni, hogy először növényzetre volt szükség ahhoz, hogy a szárazföldet az állatvilág is meghódítsa, hiszen talajosodás az a növényvilágnak köszönhető elsősorban, illetve a növényvilággal együtt járó bakteriális élőlényeknek, illetőleg hát valamit enni kell, egy állat ez egy növény. Növény nélkül nehezebben bírja, esetleg másik állatot tud enni, de a növény előknek meg növény kell. Tehát, és nagyjából egy 50 millió év telt el az első szárazföldre lépő élőlények között. Nagyon sokszor mutatnak, főleg ilyen amerikai rajzfilmekben, hogy a tengerből léptek ki az első szárazföldi élőlények. Ez egyébként mocsaratban történt, édesvízben. A legelfogadottabb elméletek szerint különféle mocsarak kiszáradtak, és azok a halak, amelyek már ilyen tüdőszerű, lábszerű képződményekkel rendelkeztek, azok ezeket időiglenesen képesek voltak túlélni. És amikor már odáig tudtak fejlődni, hogy már kialakult a láb és a tüdő, akkor tudtak már aktívan mozogni a szárazföldön, ami egyébként egy előny volt, hiszen a helyváltoztatás képessége az a környezeti változásokra való jobb reagálást biztosít, de ez a két értőeknél még fontos megjegyezni, hogy a szaporodások az vízhez kötött. És nagyjából 300 millió évvel ezelőtt újra egy nagy szuperkontinens létezett, amit elneveztek Pangeának, vagyis ugye a Pán az egy ilyen összes valami, a Gea pedig a Föld, tehát összföld, és egy nagy óceán létezett, és egy kisebb, ezt nevezik Pantalasszának, ezt a részét pedig a Tétis óceánnak. Ennek a világnak az élet, az élőlényei pedig már ugye 300-270 millió évvel ezelőtt járunk, már az ammoniteszek, vagyis azok a ezek nem csigák, hanem csigaház-szerű polipok, amelyek saját belső vázukban laktak, és ilyen osztott kamrákban éltek. Illetőleg léteztek úgynevezett foraminiferák, azok a mai napig léteznek, ezek mészvázú, egysejtűek, amelyek ekkoriban szintén virágfurukat élték. Az első szárazföldre lépett növények még szintén primitívek voltak, parasztfélék. Majd ahogy létrejött ez a Pangea, úgy ahogy a növények is meghódították a belső területeit a szárazföldnek, úgy váltak azok a növények uralkodóvá, amelyek már kevésbé voltak vízhez kötöttek. Melyek ezek a kevésbé vízhez kötött növények? A nyitvatermő, tehát a fenyőfélék, ez az urmandia. A másik pedig a ginkó, ezek érdekes serdülő ősmaradványainak az időszaknak, illetőleg a hüllők. Ennek az elsődleges uralma az itt kezdődik, de még nem a dinoszauruszokról beszélünk. Mi történik ugyanis? Hát az állatvilág is megkódítja a belső szárazföldi területeket, amelyek már kevésbé voltak vízhez kötöttek. Ugye a hüllők a két értőekkel szemben annyi előnyük van, hogy a szaporodások már nem vízhez kötött. Csúrunk egyet. A földtörténeti középső időben járunk már, amely a dinoszauruszok ideje. Alapvetően kétféle dinoszauruszt különböztetnek meg, amely a medence csontnak az eltérő morfológiájából adódik. A dinoszauruszokról nagyon sok előadást lehet hallani, úgyhogy én ebből most tovább is mennék. Kőolaj. Kőolaj a nehezen gondolnám, de egyébként a kőolaj az ekkor virágkorukat élő algáknak a tevékenységéből ered. Ez a nagy tömegben algák elpusztulnak és tömörödnek, akkor az a szerves anyag, amely bennük élt, az hőmérséklet hatására kicsapódik, és a szerves anyag olajjá alakul.
És mi történt 65 millió évvel ezelőtt? Volt egy nagy kihalási esemény, amelyet onnan fedeztek fel, hogy a kréta kőzetekben még nagyon sok élőlényt találtak, majd az afrodita kőzetekben, amelyek nem a kréta, hanem a már fiatalabb, már nagyon kevesebb. Nagyon sok élőlény kihalt, kihalnak a dinoszauruszok, az ammoniteszek, és van egy vékony réteg, egy pár centiméteres réteg, amelyben az iridium dúsul. Az iridium az egy nehéz platinafém. Miért érdekes ez nekünk? Azért, mert az iridium az a Föld köpenyében van nagyobb koncentráció. A földkéregben ekkora mennyiségű iridiumot nagyon ritkán lehet találni. És azt gondolták a kutatók, hogy ez az iridium csak meteoritból származhat. Ugye, és mint már említettem, a meteoritok azok nagyon mennyiségben tartalmaznak fémet. És ott van akkora mértékű iridium, amennyi ebben a kis vékony rétegben volt, és hát amikor ezt a réteget felfedezték, akkor lázasan elkezdtek kutatni, hogy hol van ilyen korú kráterbecsapódás. Találtak is egyet Mexikóban, a Sixkulú kráterben, amik ennek a nagy része víz alatt volt, hogy ilyen gravitációs anomáliák végén megtalálták a kráternek a fajt, amely feltehetően elpusztított a dinoszauruszt. Utána a Föld egyébként hamarosan elnyeri a mai arculatát, és hát gyakorlatilag kialakul a jelenleg, és tulajdonképpen meg is köszönöm a figyelmet. És akkor van valakinek kérdése? Hát akkor köszönöm szépen. És ezek, akik érdekel, meg lehet nézni néhány ős maradnak is, amiről beszéltem.